Szörpivel és Ozival köszöntöm ma a Frisbee suli nézőit. Mivel lassan elérkeztünk a fél időhöz, azaz most már fél éve láthatják a Frisbee sulit a tévéműsorunkban, a mai részt egy kicsit összefoglalónak szánjuk. Első adásainkban elmeséltük Árkosi Józseffel és Kerényi Katával, hogy miért jó egyáltalán frisbizni. Majd megmutattuk önöknek, hogy milyen az igazán jó frisbi. Milyen kutya alkalmas erre a sportra? A kutyáknak alapvető tulajdonsága, hogy visszahozzák, amit a gazdi eldobál. Miért jó, ha van egy csapat, akikkel együtt gyakorolhatunk? Segítjük egymást, együtt dolgozunk, figyeljük egymás munkáját kívülről, magában a gyakorlatunkban is segítünk egymásnak. Mit kell tudni, hány éves kortól hány éves korig lehet ezt a sportot űzni, kinek ajánlott? Tulajdonképpen ennek nincs korhatára az ember számára. Az én fiam már 9 hónaposan dobált a kutyának, és a világbajnokságon pedig 70 feletti versenyző is indult. Ha frisbizni akarunk, hogyan válaszunk először korongot a kutyánknak? Függ-e attól, hogy kölyök kutyánk van, vagy felnőtt kutyánk, vagy jobb a rágcsál, kevésbé rágcsál, mit vegyünk figyelembe, mit szoktatok ajánlani? Ahogy látjátok, vannak nagyobb korongok, kisebb korongok. Ez egy harapásálló verzió, ez pedig egy teljesen sima, hagyományos versenykorong. Vannak kutyák, amik nagyon erősen fogják meg a korongot. A keményebb harapású kutyák azok ilyesmit tudnak művelni a koronggal. Ez egy sporteszköz, mint bármilyen humán sporteszköz, többféle cég gyártja, folyamatosan fejlesztik, melyik a legkönnyebb, a legjobban repülő, a leginkább harapásálló. Miután megtudtuk, hogy milyen az igazán jó frisbee, utána megmutattuk önöknek, hogyan motiválják a kutyákat, hogy egyáltalán elkezdjenek játszani ezzel a játékkal. A kutyák ragadozó állatok alapvetően, elég erős bennük a zsákmány szerző ösztön, erre építünk a koronggal való játék során, úgyhogy ezt kell bekapcsolni. Meg kell neki mutatni, hogy a korong zsákmány. Megfogta a kutya? Hogy szedett ki a szájából? Az egyik legalapvetőbb vezényszó az ereszt parancs. Ezt egyébként is praktikus megtanítani a kutyának, nem csak a sport szempontjából. Az a lényeg, hogy valamit mindig kapjon cserébe a kutya. Ne érezze azt, hogy elveszem és kisemmisztem, nem maradt nála semmi, hanem érezze azt, hogy jó üzletet kötött, ha elengedi, akkor kap érte valami jutalmat. Mindezek után egy külön fejezetet szenteltünk annak, hogy megtanítsák nekem, milyen a fonákdobás. Az alapvető távolsági dobást nevezzük fonákdobásnak, tulajdonképpen ezt használjuk a távolsági versenyeken, illetve sok esetben máskor is. Tulajdonképpen az íjászathoz hasonlóan az ember a testcsíkjával beáll a megfelelő irányba, ahová szeretne majd célozni. A kezébe veszi a korongot, és egy ilyen mozdulattal hajítjuk el, tehát ahogy mutatom, itt függőlegesen van még a korong az ember kezében, és amikor elhagyja majd a kezemet, akkor kerül a vízszintes közelébe, és így fog egyenesen szállni. Reméljük, sikerült önöknek már elsajátítani az alapfogásokat. Aki véletlen valamelyik részről lemaradt, az eBugatta weboldalán megtekinteti azt. 2 hét múlva haladó szintre kapcsolunk, és nekiállunk freestylozni.